Na, no, hello, hello, sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb csodálatos streamben, ahol megyünk tovább a True react ami ugye a mi True Crime podcastunk, de nem csak uh, True Crime esetekkel foglalkozunk, ahogy ma sem. Ma egy paranormális téma jön terítékre, ami nem más, mint a démonok. Nem tudom, kinek mit mond ez a szó. Nagyon sokat gondolkodtam ma hazafele Budapestről, hogy mennyire kell megvilágítani, hogy a, a művészetekben, a vallásban mit jelent a démon. Miben más, mint egy szellem, mi az etimológiája, az áltudományos megközelítése. Mi ezeknek, nem tudom, szupernetsörölt, poltergeist filmeket démonok közt filmeket, sorozatokat biztos láttatok, de mennyire volt ez kézenfekvő, hogy mi a különbség a két spirituális létezés között? Szevasz Kevin, barátom! Hello, hello, hello! 1100 éve nem láttalak, mi a pálya, hogy szolgál kedves egészséged. Szóval megjött Kevin, ugye, HK démon, ugye? Na, de beszéljünk akkor egy kicsit el komolyan róla, már amennyire komolyan lehet erről a témáról beszélni. Nyilván senkinek se akarom a hitét, fantáziáját rombolni, én is nagyon szeretem az ilyen témákat, én sokat olvastam róla, még igazából a Pokol 7 hercegének a különböző etimológiai és különböző korszakok belüli megközelítését is többször átolvastam hazudnék, ha emlékeznék mind a 38 ezer uh, permutációjára a hét hercegnek. Tényleg egy érdekes megközelítés. Ugye etimológiailag a démon az az istenek, vagy isten, és az emberek között foglalja el valahol a helyét, de leginkább ők a sötétségnek a megtestesítője, amíg ugye az angyalok, istenek, isten, akármilyen vallást nézünk, meg a fényé, ugye az örök ingés, yang, az univerzum állandósága, a fény és a sötétség játéka, ezeknek mindig párban kell lennie. Nagyon érdekes egyébként, hogy a démonok nem feltétlenül mindig rosszak, de hogyha a keresztény kultúrákat nézzük, katolikus református stb., ahol esetleg említés kerül róluk, akkor megint egy picit más a megközelítés, mert ugye a démonok eredete, eredendően nem voltak, de mégis, de ugye ez egyik legnagyobb démon, a démonok hercege, a sötétség hercege, és itt osztik nagyon sok részre a, a mondakör, Lucifer az az a fényhozó, kinek legnagyobb bűne az volt, hogy mindennél jobban szerette Istent, és vágyta a szeretetét, olyannyira, hogy az emberekre féltékei lett, ezért kitaszítatott a mennyországból. Egyébként, hogyha tényleg az ember alaposabban utána olvas a különböző apokrifi iratoknak, ha érdekli a téma, akkor kiderül, hogy azért ennél kicsit többet csinált, mert egy igen komoly uh, lázadást indított, és lezújtjant a pokolba, és ugye az alapvető megközelítés, hogy ő lett sátán, ez nem igaz. Ennyire nem akarok most részletesen belemenni ebbe, ez akár egy következő téma is lehet, de Lucifer, Luciferként az egyik herceg lett a pokolnak a hétből, és ugye a démoni seregeknek parancsol ő is, de van még hat herceg rajta kívül, Belzebub, sorolhatnánk reggelig. És sátán is vagy az egyik, vagy nem, én ezt engedjük el, tényleg nem akarok most ebbe a részbe annyira belemenni. A lényeg az, hogy a démonok és a szellemek között az egy legnagyobb különbség, bár ez is nagyon sok filmben átfedésben van, hogy a szellemek nem, de a démonok képesek megszállni embereket. Itt hozzám képbe egyébként a Supernatural sorozatot, ami szerintem egy nagyon szórakoztató és nagyon jó megközelítés. A vége az egy picit eh, de hát semmi se tökéletes. Szóval nagyjából ennyit a démonokról. Ugye nevezzük, ja, és ugye bocsánat, még valamit akartam, hogy van olyan vallás, ahol a démonok és az istenek nagyjából egy szinten vannak ezek, leginkább a több istenhitek, több istenhitű vallások, és ott vannak kvázi jó istenek és gonosz istenek, és a gonosz istenek és a démonok átfedésben vannak, de ez már igazából csak szócsavarás szó, csűrés. Viszont a mai témánk talán, és itt a talánt ezért értsük jól, mert ugye alapvetően a csatorna legfőbb elve az oklán borotvája, tehát mindig a legvalószínűbb magyarázat a helyes, illetve a dőnen kül... Krű... Jól mondom? Nem jól mondom, mert nem jut eszembe, Dünen Krönig, Krönig, elmélet, mely szerint minél jobban hisz valaki valamibe, és minél kisebb a valós tudása, annál jobban el tudja hinni azt, hogy ő a téma avatott szakértője. Én ebben nem akarok részt venni olyan szempontból, hogy ezek vélemény videók, vannak vélemények, véleményem a dolgokról, ezek mindig saját vélemények. Próbáljuk nyilván a különböző bűnügyeket, meg ezeket is megmagyarázni, de ezek semmilyen szempontból nem szolgálnak tudományos magyarázatként, és senkinek nem akarom sérteni se a hitét, se a beleérzőkészségét. De le is húzzuk tovább a szót, adok nektek egy képet, illetve ugye a mai csatornánk, a, gyorsan akartam mondani, a Masked Planet lesz, őket pár napja így földobta a YouTube, pont ezt a témát mondtam, ez tök jó lesz, ez lesz a mai anyag, de soha nem uh, láttam tőlük egy videót se, úgyhogy nem tudom, mire számítsunk, nem tudom, mennyire lesz jó, vagy elrettentő a videó, én nagyon bízom benne, hogy jó lesz. A cím az eléggé uh, gyorsan akartam mondani, de inkább adok képet, ilyen figyelem felhívó, kecsi, ahogy ugye a művelt angol mondja, de ennyit tudok róluk. Mest Planet, let's do this shit. Igaz démon, hat halott, az Amityville horror története. Amityville-ről szerintem szinte mindenki hallott, még ha csak érintőlegesen, és lehet, hogy hirtelen ugrik be a téma, de azért valljuk be egy elég közkedvelt horrorfilmnek, több horrorfilmnek is az alapját szolgáltató eset, aminek állítólag valós alapja alapjai vannak. Na nézzük. Ti hisztek a démonok létezésében? Gond no, itt az első nagyon jó kérdés. Hiszünk-e a démonok létezésében? Uh, itt ugye még egy dolgot be lehet hozni. <coughs> az emberben lévő rossz gondolatokat, vagy gonosz tetteket is szokták démonnak, belső démonnak nevezni. Ezek igazak a félelmeinkre. Cia, hello, hello igazak a félelmeinkre, igazak a gátlásainkra, a korlátainkra, egy csomó mindenre, ebben totálisan hiszek. Az, hogy paranormális lények léteznek el, vagy természetfeletti, kvázi majdnem isteni, de legalábbis az embernél nagyobb hatalommal rendelkező entitások, ezt mindenki maga döntse el, hisz benne, nem hisz benne. Gondolom elég sokan rávágnátok erre a kérdésre, azt, hogy nem. Nem tudom, ti rávágnátok, hogy nem. És ez egy eléggé megosztó téma. De mit szólnátok ahhoz, ha azt mondanám, hogy valóban volt a történelem során egy eset, ami miatt rengetegen gondolják úgy, hogy ténylegesen van okunk rettegni a gonoszabbnál, a gonoszabb démonoktól. Na most ugye azt is tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor ezek a démon témák kvázi és szólva kifogások, hogy az emberi faj, vagy az ember, mint az emberi faj szerves része, nem tudja feldolgozni azt, hogy elképzelhetetlen gonoszságokra tud képes lenni egy-egy fajtársunk, és bizony az ilyen eseteket szeretjük démoninak nevezni. Az, hogy ennek valós uh, paranormális háttere van, I don't know. Na, nézzük tovább. És nem, nem ez a... technológia, mely különböztet... E, mi? Kellően fejlett technológia, megkülönböztet hetetlen Istentől. Jó, tudom, te most erre a régi, régi a Marvel filmekben előszeretetten használt mondásra apeláz, hogy a őseink számára a mi technológián kvázi mágiaként hathat. Ugye vannak ezek a régi ifjúsági filmek, az egy lovag, hogy van egy fiú Artur király udvarában, és sorolhatnám, akkor visszamegy a gyerek a 90-es évekből, és akkor a Polaroid fényképező géppel lefotózza a középkori embert, és azt mondja, hogy most elrabolta a lelkét, és a tényleg rettegnek tőle. Ja, lehet, lehet, de én szerintem itt nem technológia kérdés, itt inkább maga a gonoszság jelenléte. Ez az eset. <coughs> Jó, engem meggyőztek, léteznek démonok, nem tudom, ti, hogy vettek vele. Hanem az Emity Willi házban történtekre gondolok, ahol is hat ember elhúnyt, öt ember fejvesztve elmenekült, és egy ember életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltetett. Kívánc... Még az is érdekes, hogy ha uh, a démon jelenlétére gyanakszunk, tehát az ember megszállták, akkor valójában az őrület éleit mutatta, akkor életfogytig elítélhető-e, és az előre eltervezett uh, és uh, abszolút bestiális értelemben elkövetett gyilkosság, tömeggyilkosság volt, vagy pedig egy beszámíthatatlan ember megbomlott elméje, uh, vezetett egy tragédiához. Utóbbi esetből szóval nem kéne, hogy életfogytig ott kapjon. Kíváncsiak vagytok a teljes sztorira, akkor dőljetek most hátra. Azonban még mielőtt tovább haladnánk a videóban, le kell szögezzem, hogy ismételten egy felkavaró tartalommal készültem nektek, szóval ha nem bírjátok az ilyesfajta kontentet, akkor lépjetek most inkább tovább. A Na, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, amit a, uh, kolléga, remélem megbocsátja, hogy így ö, nevezem, ö, kitett, hogy ezek azért tényleg felkavaró tartalmak minden szempontból, tehát aki az ilyet nem bírja, az, az ne is ö, feltétlenül javaslom, hogy nézze tovább a videót. Ö, ha viszont szereti az ilyen témákat, esetleg látta a filmet, filmeket, olvasta a könyvet, ami szintén megörökítette, vagy akármilyen kapcsolódása van a témához, ezt várom szeretettel a folytatásban, és let's go! Szóban forgó kísérteties ház az Egyesült Államokban helyezkedik el, Emityville-ben. Hm. Amityville-ben Amityville található, ez eddig annyira nem meglepő információ, de nekem nagyon tetszik, imádom az ilyen településeket, itt ez a kis csatorna, a hajók, itt a tenger pontosabban az óceán, nagyon-nagyon-nagyon menő. Egy előkelő külváros a Long Island déli partján. Tehát közel New York City-hez. ...hely, sok ember csak álmodozhat arról, hogy ezen a környéken éljen. Azonban Amityville nem igazán a szépsége miatt lett híres. Na ez is olyan érdekes, hogy 70-es években mennyien bestiális dolog történt, rengeteg sorozatgyilkos tevékenykedett akkor, az Amityville horrori, Amityville-i szörnyű eset is ekkor történt. Az 70-es évek az egy kemény évtized volt, valljuk be. Sokkal sötétebb események miatt. És akkor meg is érkeztünk az Ocean Avenue 112-re, ahol megtalálható a történelmünk egyik legfélelmetesebb előéletével büszkélkedhető háza. Még ez tök érdekes, hogy a filmben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon távol volt mindentől az a ház. Én azt hiszem mind a két filmet láttam, és ez a tipikus így már az egy ilyen rossz előérzetet ad az embernek, hogy nem így a városban van, vagy így külvárosi rész, hanem egy ilyen, ilyen várostól távol eső, kvázi mint egy farm. Nekem tök így van meg. Nem tudom miért, de bennem egyfajta természetellenes paraflest vált ki. Már csak az, ahogyan kinéz. Né Hogy volt ez a mondat? természetellenes parafles. De bennem egyfajta természetellenes paraflest vált ki. Ú ez a parafles ez nekem annyira magyartalan, annyira ilyen... Um, nem tudom, magyarok vagyunk, Egyébként én is észreveszem magamat, hogy egyre többször használok ilyen kifejezéseket, és próbálom magamat fülön csípni, hogy ne, ne, ne. Már csak az, ahogyan kinéz. Nézzétek meg jól a következő képeket. Titeket nem tölt el valamiféle titokzatos belső borzongás? A hát ö, így a képeket ház... Igen, tényleg olyan, mintha itt egy arc lenne, de ami engem jobban eltölt belső borzongással, ezek a szobor, vagy gyerek, szobrok, vagy mi az Istenek, ezek mik? Ez már valószínűleg uh, ilyen turista látványosság lett belül, és azóta vannak ott, de... Oh. A két felső ablaka például pont olyan, mintha szemei lennének a háznak, amelyekkel folyamatosan figyelni és csak. Igen, ez azt hiszem az egyik filmnek volt a, a, reklámplakátja, és nem akarom lelőni a poén, nem tudom, hogy a videóban lesz-e róla szó. De nem véletlen ez a megjelenítés. Fogadná be az embereket, de nyilván nem kizárólag a külalakja miatt lett félelmetes. 1974. november 13-án napközben a 23 esztendős Ronald de... Bocsá, de ez a csávó és a ő lesz a, a családapa teljesen ilyen sorozatgyilkos fizimiskájú. Most így a oké, a 70-es években ez kvázi standard kinézet volt, már bocsánat, de divat volt az ilyen kinézett hosszú haj nagy szakál, de ha megnézitek a Charles mason t majdnem ideig sorozat gyilkos, rengetegen így néztek ki szektavezérek, tehát ilyen szörnyű esetek elkövetőinek a kinézete azért hát hajaz rá, be lehet, hogy csak hippi volt. Fó Junior, az említett házban lakó legidősebb fiúgyermek berohant a helyi kocsmába segítséget sürgetve. Ugyanis aznap, amikor hazaért az Ocean Avenue 112-be, Holtan találta az egész családját. Ez elég erőteljes közde is volt, In médiás rés, ahogy a művelt római mondja. Hát... Ö, igen, sok-sok ember halt meg ebben a házban. Valaki az éjszaka közepén betört a család... Sőt én tök úgy emlékszem, amiket olvastam erről a sztoriról, hogy nem ez volt az első gyilkosságot. Tehát amiről híres lett, az el, azt megelőzően, mert történt ott gyilkosság, és a család, aki oda költözött, nem tudott erről. Igaz, hogy ez a filmben hallottam, és utána olvastam azt hiszem, de megmondom, kicsit már összefolynak az emlékek, de nem vagy benne, nem vagyok meggyőződve róla, hogy ez volt az egyetlen gyilkosságot, de lehet, hogy csak a filmnek kellett egy ilyen misztikus alapot adni, hogy itt több dolog történt már a múltban. Ádi otthonba, majd hideg vérrel meggyilkolta a Döfó Az ágyukban ért őket a halál, a majd az egész az nap, amikor hazaért az Ocean Avenue 112-be, holtan találta az egész családját. Valaki az éjszaka közepén betört a családi otthonba, majd hideg vérrel meggyilkolta a Döfó családot aki betört. Nem a családapa volt? Akkor csak a filmben volt? Lehet, hogy én a filmet az erősebben raktározódott a kis szürke állományomban, és amiket olvastam róla, azok megkoptak. Én nekem csak úgy van, meg hogy családapa volt, de akkor lehet, hogy egy tömeggyilkos slash sorozat. Na tessék, már én is anglicizmusokban beszélek, per egy sorozatgyilkosról van szó. Az ágyukban ért őket a halál, és mindenki kivétel nélkül a has... Úristen, ezt a képet... feküdt. Látszólag álmukban lőtték le őket, viszonylag közelről. A gyilkos egy 336 C típusú, 35 kaliberes Marlin puskát használt a vérontáshoz. A házból nem hiányzott semmi, tehát az elkövető csak és kizárólag egy okkal ment a család otthonába. Az pedig nem más volt, mint a kivégzés. Az kemény. A rendőrség Ronald Junior bevitte és védőrizet alá vette. Hiszen ha az egész családját meggyilkolták, akkor valószínűleg ő is veszélybe lehet. Á, hogy ő akkor a nagyobb gyerek volt, és ő ront a kocsmába segítséget kérni. A történtek sokkolták az embereket, és nem csak emi hiszen a médiának köszönhetően szinte azonnal főhírként számított Amerika szerte. Ronád azt mondta a rendőröknek, hogy ő szerint a maffia egy bérgyilkosa, Luis Fallini végezhetett a szeretteivel. Hoppá, maffia száll. Hát ez azért nem tudom, hogy ez mennyire démoni így ez az eset, de menjünk tovább. A Döfó család második generációs olasz amerikai család volt. Ezért akár még közük is lehetett volna olasz maffiózó szá. Attól, hogy valaki olasz származású, én nem feltétlenül tagja a maffiának, vagy van hozzá közel, Szerintem, de oké. Okay. Azonban Fallini igazolni tudta a libiét, hiszen még csak nem is a városban tartózkodott aznap. 1974. november 14-én Ronald DeFeu Jr. viszont bevallott a rendőrségnek valamit, ami már egy ideje kínosztaleg belül. Nem volt betörés, nem volt más a házban a tragédia estéjén. Oké, okay, akkor itt bonyolódik az eset, hogy nem volt betörés, akkor a gyilkosnak vagy volt kulcsa. Vagy a házban volt, még amikor hazaért a gyerek? ő és a Dufó család. Már mindenki aludt. Ő pedig szobáról szobára haladva minden egyes családtagját meggyilkolta. Az én. Édes... Mondjuk mindenki a hasán feküdt szobába, és nem ébredtek fel a lövés hangra. Édesanyját és az édesapját, a két kisöcsét, és végül két kis kisfugát. A tettét követően megtisztálkodott, majd a házok mögötti vízbe hajtotta a fegyvert, illetve a véres ruháitól is megszabadult. Elvégezte ezt a szörnyű tettet, majd minthogyha semmi sem történt volna, elment dolgozni. Nyilvánvalóan a vallomást követően azonnal letartóztatták a fiút. Azt? Oké, okay, egy kicsit zavaros az elmesélés számomra, de lett csak az én felfogásom lassúma. Tehát akkor egy gyerek volt? is közölte a rendőrségen, illetve később a bíróságon is, hogy ezt az egészet miért tette meg. Állítása szerint a pincében tartózkodott aznap a hajnali órákban. És egy titokzott... Oké, okay, most közeledünk a filmszerű uh, részhez, ami a film alapját adja akkor. ...félelmetes hang buzdította őt a család lemészárlásában. Ekkor megjelent a pince sötét árnyékaiból kilépve egy fekete alak, és a kezébe nyomta a puskát. Hát igen, azért vagyunk be, ez egy <coughs> skizofréniának az egyik megtestesülése is lehet, hogy valaki halucinál valamit, és ez valóságosnak tűnik. Majd szobáról szobára haladva meg is tette a titokzatos fekete alak kérését. Állítása szerint nem tudta kontrollálni a testét. Valami teljesen átvette felette az irányítást. Egyébként később a tárgyalás... Defoe azt állítja, hogy megszállás alatt Sokon a Ronádék ezzel is védekeztek. Azt is állította, hogy több rossz szándékú entitás, esetleg szellem, vagy éppen démon van jelen abban a házban. A gyilkosság után voltak olyan találgatások, miszerint Ronald így szeretett volna hozzájutni a család életbiztosításából bejövő összeghez. Az mm. Akkor mi adta föl magát, vagy nem bírta? Ugye ez is egy érdekes dolog, hogy hát, mert hogyha hozzá szeretett volna jutni az életbiztosításhoz, akkor az előre megfontolt szándék volt, de lehet, hogy ezt a lelkiismerete és a, 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 mentál, a, a elméje nem bírta feldolgozni, kvázi megtört, és egyfajta. Ö, mi ez? feloldozást keresett magának, és így tudta feloldani magában ezt a szörnyű tettet, hogy azt mondta, hogy az hogy eljátsz, elhitette vele, hogy démonok szállták meg. Ugye ez, ez elég, tehát ez tűnik azért fajú be a logikusabb magyarázatnak, oklan borotváljának elmélete szerint. De hát ki tudja, lehet, hogy démonok voltak. Menjünk tovább. Vagy Dagattufú, vagy jeti. Az újságok azt a hírt hozták le, hogy a Döfó apuka rendszeresen kegyetlenkedett a családdal. Verbális Aha, a verte a családot. Csodálatos. Mi mindig kiderül az ilyen esetekben, hogy van egy agresszív apuka vagy anyuka. És fizikai bántalmazásnak voltak kitéve az apa részéről. De leginkább Ronaldot bántott a legtöbbször és a legnagyobb mértékben. Er hát igen, ezek azért valljuk be egyetlen egy ember épelmének megőrzésében nem segít, hogyha egy bántalmazó családban nő fel. az állításra építve voltak olyan feltételezések, miszerint a fiú megelégelte a folyamatos bántalmazást, és ezért végzett apjával. Igen, de ezek a találgatások, tehát egyiknek sincs alapja, találgatás, találgatás, találgatás. Bár felmerül itt a kérdés, hogy a család többi tagjának miért kellett elvenni az életét. Még ez egy jó kérdés? azonban a család egy nagyon közeli barátja erre rácáfolt. Ugyanis elmondása szerint ezt csak kitalálták az újságírók, hogy minél izgalmasabb sztorit tudjanak lehozni. Az Ó, ő... oh, igen, és az újságírók és az újságírói etikának a teljes hiánya annyira jellemző volt a 70-es évekre, sőt, nem csak a 70-es évekre. Ö... Olyan. Forrás elemzés nélküli cikkeket, állításokat jelentett meg, ami a mai világban is egyszerűen hányingert kertő. És most nem akarok tényleg meg a forra és társaira célozgatni, de ott is embereket a karaktergyilkosságoktól keresztül, a, 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 a rágalmakon át, és utána egy bocs, nem gondoltuk komolyan, vagy valóban, hogy is van a vicc, amikor <kül> az újságíró, valami hamis állítás közöl le egy emberről, és a bíróság kötelezi rá, hogy kérjen tőle bocsánatod, és akkor ez a Mr. Jones egy rendes ember, elnézést kérek. Ő állítása szerint a családfő szigorú ember volt, azonban mélyen vallásos is, aki soha nem bántotta a családját. Akadtak gyanús dolgok az ügyek. Tehát semmit nem tudtunk meg eddig, csak feltételezések vannak, hogy mi lehetett az indok. Annyit tudunk, hogy a srác beismerte, és paranormális entitás uh, jelenlétére hivatkozott, hogy azért követte el a súlyos tettet. Ezt követően az emberek és az újságok uh, mindenféle szegről-végről vett kényként kezelt feltételezéseket jelentettek meg, amíg terjedtek. Hát eddig annyit tudunk, hogy hat ember biztos meghalt, és a fiú magára vállalta kapcsolatban. Egy ilyen típusú fegyvernek, mint a Marlin 336C rettentően hangos a lövése. Nem tudták elképzelni a nyomozók, hogyan történhetett az meg... Na igen, ez engem is zavar, hogy ez hogy történhetett meg, ha csak nem volt altató keverve az ételükbe italukba, és egyszerűen nem ébredtek fel a lövés hangjára, nem tudok elképzelni más magyarázatot arra, hogy hat ember minimum három különböző szobába nem ébredt fel egy lövés hangra, hanem békésen fekszik tovább az ágyban. Ha csak persze fölébredtek és kényszerítették őket, hogy feküdjenek vissza, és utána követték el a szörnyű tettet. Hogy ilyen sok leadott lövés után nem keltek fel a szomszédok. Ugyan... Jó és szomszédok nem. Ez is jó kérdés. Mert a filmben ugye az a magyarázat, hogy rohadt messze volt a ház mindentől, de itt a képek meg az elmondás alapján ez egy ilyen külvárosi rész volt, és nem kilométerekre volt a többi háztól. És egy szomszéd sem hallott semmit az égat a világon az egészből. Egyetlen visszajelzés volt azzal a kapcsolatban, hogy hajnali három óra után az egyik szomszéd fiúnak a kutyája elkezdett ugatni, és erre felriadt a gazdája. De ennyi. Tehát egy kutya és arra riadt csak fel a gazdája. Érdekes. Senki se hallotta a lövéseket. Jó, az tény, hogy aznap este viharton volt Emmy ben De a rendőrök szerint hallott... Ah, jó, oké, hát azért ilyen apró információ hiányoznak. Mert azért valójában a mennydörgés hangja, meg egy fegyver eldördülése egy avatatlan fül számára azért összetéveszthető. Például egy autó kipufogója is tud olyan hangot adni, mint egy lövéshang. Elnézést, azt hittem tüsszenteni fogok. Úgyhogy ennek egy nem tudom. Na mindegy, menjünk tovább. a kellett volna még így is. A másik rejtély pedig az, hogy a családtagok sem keltek fel valószínűleg... Ja, szupra, azt Szerintem lehet, hogy szupra, van egy amerikai videó, amikor a csávóra rámegy a rendőrség, és így föltépik a ajtót. ott a komandó mindenki, lenyomják a földre, és ez a... Oké, okay. mi, mi a gáz, és lövéseket hallottak, hogy, nem, nem, mit nem történt lövés, hanem a kocsi, és akkor beül, gyáratja a motort, és és akkor a rendőrök így szégyenkezve elvonulnak. Valószínűleg egy darab lövése sem. Tehát az is kérdéses, hogy házon belül főleg hogyan nem ugrottak ki az ágyból a félelmetes hangok miatt. Itt szóba jöhetett volna a családtagok begyógyszerezése elalvás előtt. De a lab oh, az, már is meg lesz elfogva, hogy látom az elméletem. Laboratóriumi vizsgálatok ezt kizárták. Volt, aki úgy gondolta, hogy a gyilkosságot egy ember nem is tudta volna így kivitelezni. Jó, hát akkor a laboratóriumi vizsgálatok kizárták a gyilkosságot. 911, hibás, nő. Mi az, hogy hibás, nő? Ratatatata. Szia, tani barátom, eló, eló, eló. Minimum ketten vagy többen kellettek volna hozzá, akik szinte egyetlenül ja, megyék le a hat alvó szemét. Még ami itt szóban. Hát, vagy visszakényszerítették az ágyba, én még ezt tudom elképzelni. ...jöhetett, hogy hallották a lövéseket, azonban a félelem okozta sokkos állapotnak köszönhetően... Na, ez még igen, ez még logikus, hogy az ember ugye, ezért, amikor nézi a filmeket, hát én nem ügytönnék, meg úgy bátor lennék, mert ugye a játékokban is, ha az ő bátor vagyok, de a való életben azért beszerik az ember, és tud olyan sokkot kapni ilyen hangoktól, meg ilyen eseményektől, hogy mozdulatlanul ott marad az ágyba, és fingeri nem mer, meg levegőt venni, nem hogy kifutni. Nem tudtak mozdulni, viszont minden egyes családtagnál ennek is csak kevés esélye lehetett. Végső Miért? Soron olyan... Minden se... ja, jó, oké, okay, igen, hogy mindenki beszerik, az legalább egyben próbálhatott volna menekülni. Érdekes. Mint hogyha valami félelmetes erő bent tartotta volna az egész családot az ágyukban, végig mozdulatlanul. Ilyen félelmetes erő az, amikor a szomszéd szobában lelövik a rokonaidat. Sziasztok. Olvastad az amerikai fejleményt? Mire gondolsz, Tony? Mert kontextus nélkül nem tudom, milyen fejleményre gondolsz, barátom. Írd meg, kérlek. Egészen a haláluk pillanatáig. 1975. novemberében Ronald Dufault Jr vpn várható volt tárgyalásai véget értek és mind a hadgyilkosság vágyával bűnösnek találták a tettért pedig életfogytiglani börtönbüntetést kapott és mind a hadgyilkosság vágyával hát igen az el, főleg előre megfontolt szándék ha nem találták Orvosi, vagy mentálisan beszámíthatatlannak, mint hogy labilis csávó, és nem pszichológiai vizsgálat alá rakta. Ja, hát igen, igazából szerintem ott is csak az a baj, nem lépett korábban vissza, nem szeretek politikával foglalkozni, mert mondom, hogy nagyon unom a témát. Mind az amerikait, mind a magyart, mind a világpolitikát, de egyszerűen azt látom, hogy ah, borzalmas. És hát ott is volt a New York állambeli Sullivan büntetés végrehajtási intézetben egészen 2021. március 12-ig. Az azért egy kellemes időszak, tehát 75 ugye, tehát egyszer 25, 46, 46 évig, tehát hat ember megölésért emberenként azt hiszem 20 évet adnak, ha nem előre megfontolt szándék. Hat ember meggyilkolásánál ez viszont nem áll fönt, tehát ott, ott brutál mennyiség, tehát ott ilyen 40es szorzó, és azért 6x40 az nem kevés. Amikor is életét vesztette. Gondolhatnátok, hogy a történetnek vége van, hiszen. Pát. Nem kiszabadult, hanem életét vesztette. Egészen 2021 március 12-ig. Amikor is életét vesztette. Ó, oh, tehát akkor nem szabadából lett engedve, előző, vagy mi ez jó maga is hogy vagy bármi, hanem szerencsétlen elhalálozott. Ocean Avenue... Uh, majd ezt fogjuk, Tudjátok? Nézzük meg, hol van ez a Ocean Avenue 74. És a kíváncsi vagyok rá, hogy milyen messze voltak a szomszédok. Nyomozzunk kicsit. És hogy ne legyek nagyon balfasz, kimásolom. Mit Ocean Avenue 74. Uh, um. Jó, itt van Emmy uh, Hogy rakom rá ezt a nézetet műhold? Motion of. Tölzevnyú. Huh? Ez az ocean avenue, itt megy végig. Hát itt azért nincsen... Jó, oké, 74-ben lehet, hogy azért kevesebb ház volt kicsit, bár nem feltételezem ezt. Ez ugye megint csak feltételezés. Köszönöm szépen, jól fent voltam Budapesten, Kermuternál, mert szüleim jöttek haza, mentek egy ilyen baráti társánkba. Hát... Jaj, a 74-es? Ó, ó, ez a 74. Meg tudjuk nézni. Hát nem tudom, melyik ez a ház. Így se tűnik úgy, mint mint hogyha a híres ház lenne. De valahol itt kellett lennie, de ha megnézitek, a fekete autónál kéne lennie. Ez az szerintem, ez a piros. De nem menné nagyobb a telek. Ez lenne az. És itt vajon valaki most lakik? Vagy jön ezzel a házzal vajon? Jó, mindegy. tehát ez az a ház azért itt vannak szomszédok. Bár csak a legelső évre. Az se segít sokat, mert mit tudom, 2000 akár lehet. Hol kell évre váltani? és sose tudom, ezek hol vannak. 70 74 és Google Maps, vagy 75-ös nem lesz. És itt kell való. 2019. november. Nem látok több évet. Ez az egy, itt kéne lent lenni a, a listába kiválaszthatónak. De ez 78, várja. Na, mindegy. Jó, tehát nem voltak messze a szomszédok. Gondolhatnátok, hogy a történetnek vége van, hiszen már eddig is brutális az egész a fiú, aki 23 évesen elveszi az összes családtagja életét. Majd azt állítja, hogy egy gonosz sötét alak irányította őt a szörnyű tett elkövetésekor. Azonban azt kell, hogy mondja... Oh, köszi Weissbot, hogy vannoltad a reklámot. Milyen jók a kis Még algoritmusaim. Még nincs vége. A, a későbbiekben elkezdték árulni, egy helyi ingatlan közvetítő vezette oda a lehetséges vásárlókat. Azonban, amikor elmondta az embereknek, hogy mi történt a házban, hát mondanom sem kell, sarkon fordultak a vevők, és már mentek is. Mégis ki akarna egy olyan házban lakni, ahol egy szinte teljes családdal végeztek? Ez tök érdekes, mert Magyarország, Amerikában ez törvény, hogy ezeket el kell mondani. De Magyarországon például nincs ilyen törvény, hogy öngyilkosság, gyilkosság történt, ezzel nem nagyon tudsz mit kezdeni. Igen, azt tegyük hozzá, hogy még a bútorok is ugyanazok voltak, semmit se újtottak a tragédia óta. Még az ágyak Ez, is, kömény. amelyekben a kivégzések történtek. Micsoda? Micsoda? <laughs> <laughs> Oké, okay, hogy vajon a véres lepedővel de az ágyat nem dobták ki? Jézusom! Viszont ha jól tudom, azokat megcsinálgatták azért, nyilván nem véresen és lyukosan árulták. Tehát az ágykeretek voltak a régiek. De maga a tudat, hogy ott vannak az ágyak is, amelyekben kisgyerekek és felnőttek vesz... Akkor lehet, hogy ezért nem láttuk ezt a házat, mert ez le rombolva szerintem. ...tették életüket, ez valami borzalmas. Én biztosan be nem tenném oda a lábam. Na de viszont visszakanyarodva, Nyilván az ingatlan közvetítő a házban történteket kompenzálva valahogyan csábítóbbá kellett, hogy tegye az üzletet a vásárlók előtt. Ezért alulárazva hirdette. Csupán 80 ezer dollár volt, ami abban az időben. De várjunk! Az első gyilkosság volt az, amire a filmben hivatkoztak, és utána költözik be az újabb család. Egy ilyen gyönyörű és jó környéken, pláne egy ekkora ház, nagy kerttel és saját csónakházzal igencsak főnyeremeinek tűnhetett. Ettől sokkal drágább lett volna. Na szóval ez a piros ház volt? Na, töltsél már be papa. Ez az a ház csak azt nem tudom, már középről középre rakni. Szerintem ez az a ház. Szóval ez a piros az. Hát egyébként gyanús, hogy igen. Ó, oh, Nem, nem tudunk bevenni. Hát nem tudom, Ezek is gyanúsak, de ez már 62, várja. Ez 66. Hoppá. Ez 78. Na várja, hol lett a 74? 78. Na, miért van itt ez a hülye jel? Istenem. látom a számot. 78, 79. Ez érdekes. 74. Óhó, megjöttünk. Ez az a ház pedig. De te nagyobbnak kéne lennie. Vagy. Ó, oh! Ez gyanús, hogy ez a 84, nem 84, ez, ez az a ház. Ez nem 84, ez 74, itt a fekete kocsi, amit fölülről láttunk, és az egész ház ki van takarva. Milyen érdekes. Milyen érdekes. Oh. Látod, ott a fekete kocsi, és ez az a fekete autó. És ez itt minden van takarva, de nem ez a 78. Hol a 74. 66 78 Mi ez a számozás? Oh my god! Ez a 78 lesz az. Te a franc tudja, ennek is van csónak háza. Ennek is van csónak háza. Ennek is van. Négy. Ez egy csónakház. Összarok. Na ez para, hogy ez, ez a számozás. Menjünk vissza. Lehet, hogy ezt a számot megszüntették, mert túl sokan jártak oda, és akkor keresgéljenek. a normál esetben. És ettől a lehetőségtől fel is csillant a szeme a friss házaspárnak, George és Katie Dacksnak. Előéletükben mindketten voltak már házasok, azonban együtt újrakezdésről álmodoztak. Közösen nevelték Katie három gyermekét, Danit, Kriszt és Missit. Gyermeket... Hát ezért nem ér rá Gyermekeken kívül volt egy kutyájuk is. George egy földmérő cég tulajdonosa volt, Katie pedig pincérnőként dolgozott tehát megnézték a házat. Mondanom sem kell, egyből beleszerettek, főleg Kéti. Azt az a piros úgy, hogy lesz az a ház, igen. érezték, hogy valaki vagy valami hívogatja őket a házból. Eldöntötték, hogy kell nekik. Azonban itt mondta el az ingatlanos a szörnyű előéletét a háznak. Azért ebben a pillanatban egy kicsit meginoktak a döntésben azonban nem voltak túlzottan babonások vagy félősek. Bevállalták ezt az egészet és megvették, viszont a vásárlás <coughs> pillanatában még nem is sejtették, hogy életük legfélelmetesebb 28 napját fogják az új otthonukban eltölteni. Milyen a... érdekes ez a 28 nap, ugye van egy horror is, indián temető, igen, az is egy jó, azok is a, kis a... Mm, kedvencek temetője, oh, de porzalmas az is. De a 28 nap is milyen egy érdekes szám, tehát ugye van a horrorfilm is ezzel a címmel, 28 nappal később. A következők, amiket el fogok mondani, az mind az alapján van, amit a látsz család a mai napig állít, hogy megtörtént velük. Ami... Hm. látsz család ezt állítja, hát nem feltétlenül uh, real a dolog, de fogadjuk el, hogy mondjuk megtörtént. Álljon neki nyitott elmével. Fogadjuk el. Fogadjuk be, engedjük be. Mikor beköltöztek a házba, egy igencsak hátborzongató dolog történt. George egy barátja tanácsára adva, hívott egy papot. Azt kérte tőle, hogy áldja meg a házat. Ebben igazából még nincs is annyira meglepő dolog. Nem tartottak abszolút a háztól, de úgy voltak vele, hogy nem árthat. George felkereste egy ismerősét, Ralph Pecoraro atyát. Az első nap a házban 1975. december 18-án, korai után megérkezett. Egy év telt el, kicsit több mint egy év. Az atya megáldani a házat. Azt mondják, hogy ha bármiféle szellemek vagy entitások tartózkodnak egy adott házban, akkor egy vallásos provokáció elűzheti őket. Azonban van egy másik véglet is, amikor. De! <coughs> kurva jó volt ez a. Elűzheti őket. De! És egy mondatban azt mondod, hogy de, az a mondat első felét megállja, és csak a második fele számít. Akkor feldühíti azokat, és ilyenkor felfedik a kilétüket. Ráv Pekoráró atya belépett a varró szobába. Ez az a szoba, ahol a két kisfiú aludt haláluk pillanatában. Az atya későbbi elmondása szerint a szobában rettentő hideg volt. Feltűnő mértékben hidegebb, mint a ház többi részében. A hideg az igazából a szellemek jelenlétére uh, állítólag egy ilyen, ugye, ahol mi a démon és a szellem között a különbség? Ugye a démont azt kvázi megbeszéltük, de a szellem az olyan uh, emberi lélek, akinek egy lezáratlan ügye van, és valamiért itt ragadta a, a függönyön függöny ezen oldalán, és nem tud átmenni. És amíg fel nem oldódik ez a lezáratlan eset, addig nem is fog tudni átmenni. És ugye a szellem és a démon között mi a különbség? Hát a szellemek, ha nem is akarnak rossz szándékúak lenni, ugye az ilyen paranormális írások alapján, filmek, sorozatok, könyvek, cikkek megpublik uh, az elméjük, és nem rossz szándékból, de ártani fognak. De mindesetre üzenni akarnak valamit a túlvilágról. Talán ez a legjobb ö, megközelítés. És ami már elsőre is nagyon gyanús volt neki, az az, hogy rettentően sok légy volt a szobában. Hát ez nálunk is előfordul, amikor kész utáromnál vagyok, mert nagyon sok a kutyus, meg a kutyakaja, és Rahat legyek jönnek, meg van a közelbe, nem lakik a belvárostól össze. Lovarda, meg egy kecskefar, hát onnan jönnek egyébként. Vagy démon van ott is. Elkezdte szentelt vízzel megáldani a falakat, a semmiből megszólalt egy rettentően félelmetes hang. Ezt a hangot a mai napig nem felejtette el. Azt mondta. Ó, oh, azért, hogy egy egyházi személy ilyet tapasztal és ezt uh, kinyilatkoztatja, az azért elég kemény. Neki a hang... Főleg, hogy a katolikus egyház nagyon sokáig cáfolta teljesen a démoni uh, jelenlétet és akármilyen. Emberrel történő, tehát a megszállást, a démoni megszállást, és ha jól tudom, de lehet, hogy ez is csak uh, ilyen horrorfilmes húzás. Uh, mostanában egy pár éve, pár évtizede, évtizede? Hát ugye 2000-es években kezdték el megnyitni az aktákat, és több, több ezer esetből egy-kettőre azt mondták, hogy hát az tényleg lehet, hogy démon megszállás volt, a többi az általában megbomlott elméknek a, a küzdködése a valósággal. Hang, hogy Pánikba öh! esett a Kurva jumpscare! A házból. Akkor nem mondta el George-nak és Kétnek, hogy mi történt. Csak annyit mondta. Ez meg erre nem számítottam. De nagyon találó volt, mert ugye a papi se elmenekült. Mondott, hogy ameddig senki sem alszik a varró szobában, addig minden rendben lesz. Áll... Akkor lett, hogy egy gonosz barónő szelleme. A szerint félt elmondani ezt a friss ház És hát kedves nézők, innentől fogva kezdődnek a paranormális események az új Miért félt elmondani ezt a tulajoknak? Nem az lett volna a feladata, hogy megóvja őket? Tehát ezért kérték meg, hogy menjen oda is, rakjon rendet. Ha azt mondja, hogy itt nagyon nagy gázol, akkor óvja már meg az új lakókat, hogy haver, húzz innen. Miután látszék, álomra hajtották a fejüket, George rendszeresen hajnali 3 óra 15-kor megébredt. Ez is egy érdekes dolog, a hajnali 3 órás ébredés. Nekem volt egy év, 2017-ben minden nap 3 óra 14 perckor felébredtem. Minden nap. okból is furcsa ez az időpont. Ugyanis ebben az időpontban <kül> lett meggyilkolva a Döfó család, illetve e Érdekes. Ez az időpont utalhat még az ördög órájára is. A az ördög órája 3 óra 33 perc. Nyugati keresztény hagyományok szerint ugyanis az ördög órája hajnali 3 és 4 óra között van. Ilyenkor a legaktív. Jó, igen, az órája 60 percet. igen, de én 3 óra 33 perc, az az ilyen... A ...különböző te durva képek ezek, tehát így, így, ahogy hallgatom a sztorit, vagy nézem ezeket a képeket, azért úgy, úgy futkoz, futkározik rajtam a hideg. Ő démon és szellemész a <coughs> Kéti látsznak szintén problémái voltak az éjszakák folyamán, ugyanis minden egyes este rémámok gyötörték. A gyilkosságot élte át újra és újra az Emi házban, és ez csak a kezdet volt. A gyilkosságról volt rémálma. Jó, igen, de hallott a sztorit, olvasott róla, ez beleívódik az ember fejébe, és azért nehéz ezt földolgozni, hogy abban a házban, amiben te élsz, ott hat embert lemészároltak. Ahogyan teltek a napok, a két szülő egyre ingerlékenyebbé vált. Valami a házba idegességet, dühöt váltott ki belőlük. Gyakor hm. Az érzelmeket befolyásolta valami természet feletti, ez az állítás. lettek a veszekedések egymással és a gyermekekkel is. A gyermekek fegyelmezése is megváltozott, ugyanis elkezdték őket verni. E... Na, az igen. Eddig nem fordult ez elő, azonban most... Az, az, a fatestápoló azért nagyon barátságosnak néz ki. konyhai eszközökkel ütlegelték a kicsiket, ha éppen olyan volt a hangulat. George és Katie teljesen el is hidegültek egymástól. Ezek mellett folyamatosan hideg volt a házban. Az meg kint elment egy motor, épp leállítottam a videót, és a mi az Isten ez a hang? <laughs> Tök beleillett ebbe a zenébe. Mondhatnátok, hogy persze, ez előfordulhat főleg télen. Azon... Ja igen, azért New Yorkban télen elég hideg tud lenni. Itt mások kell, hogy gondoljunk ugyanis úgy írták le a lakók, hogy még a kandalló tüzemellet sem tudtak felmelegedni. Hiá hmm. Hát azért az... Szóval... Az a mondás, hogy önenergiák kellenek ezekhez az entitásoknak a manifestálódásához, olyan szép szavakat tudok mondani, úristen hogy kivonják a hűt, voltak egy endoterm folyamatba lépnek bele, a kandaló tűze azért az, az, az egy erős, és talán még parább így. Jába tüzeltek folyamatosan. Másrészt a kandalló. Azt hittem azért egy ilyen településen már így azért a gáz megvillany az keményen jelen van. mintha valamiféle dermesztő dolog ólálkodott volna ott, ami nem engedte a meleget elterülni a házban ami nagyon bizarr volt és egyben undorító is, hogy a WC csészékből valamiféle fekete anyag kezdett el folyni. Azt nem tudták... Hát a WC csészékben lévő fekete anyagra vannak szerintem elég tudományos és kézzel... Meg ne fogja valaki kézzel, de azért kézzelfogható magyarázatok. Megmondani. Ugye? Látszik, hogy mi volt az pontosan, de eléggé furcsa volt. Ahogyan teltek a napok, a fekete anyag, amelyet a WC-ben találtak, elkezdtek szivárogni a kulcsukatból is. Ha nem lenne már... Oké. Okay. Így is eléggé bizarr ez az egész, akkor tetézzük még meg azzal, hogy a lakásban borzasztó módon elszaporodtak a legyek. Már szinte fél... Most nem akarok bungó lenni meg a kulcsjukakra, nyilván nem magyarázat, de azért egy szennyvízcső repedés vagy törés, és a elszaporodott legyek, bár decemberbe legyek. Érdekes. Tehát decemberben én nem tudom, ti láttatok-e már legyeket, de New Yorkban kifejezetten hidegek a telek. Tehát van az a vicc, hogy szeptember van közeleg a tél, láttam, mert a New Yorki hoddogárus fagyállót öntött a vízbe. Tehát ott már szeptemberben kurva hideg tud lenni, decemberben befagy az ember lyuka. Tehát legyek. Érdekes. Élelmetes mennyiségben repkedtek az Emiti Villi házban. Amikor a rendőrség először járt a házban a család gyilkosságát követően, az elmondásuk szerint ugyancsak rengeteg légy volt mindenhol. November, az már novemberben volt. A elég furcsa dolgok zajdottak le a családi házban, amelyeket intő is vehettek volna látszék, hogy valami nincsen ott rendben. Az egyik éjszaka 3 óra 15-kor, csak úgy, mint mindig, George felriadt. Azonban itt egy igen furcsa dolgot vett észre. Az egész család aludt éppen, viszont a csónakház ajtaja nyitva volt. Ú, Hú, ezt tényleg ez tényleg kezd a filmre emlékeztetni ez a sztori. Ezt a családfő lerohant megnézni, hogy ki lehet ott nem talált senkit. Elég fura volt a helyzet, mert a szél nem tudta csak úgy kinyitni azt az ajtót. Azonban itt történt egy nagyon félelmetes dolog George későbbi elmondásai alapján. Amikor az udvaron állt az éjszaka közepén felnézett a nevelt kislánya Missy szobája ablakára, és meglátott valakit, aki ott állt. Passz meg! Kezd kirázni ideg. És az nem egy kisgyermek teste volt a fél homályban. Azonnal felrohant a szobába. Amikor belépett az ajtón, azonban nem látott senki mást, az alvó kislányon kívül. Teljesen lesokkolódott a férfi. Azonban nem látott senki mást, az alvó kívül. Teljesen lesokkolódott a férfi. Egy másik éjszaka arra riadt fel, hogy egy édes, elviselhetetlen zaj kínoszta a füleit. Nektek megvan az az érzés, amikor valaki megfogja, és így a körmeit végig csikargatja egy táblán. Na. Ja. Amikor én általános iskolás voltam, még ezek a krétatáblák voltak, és amikor tudjátok, írtak a krétával, és így megcsúszott, és az a hang, hogy Jézusom, a fogam, fülem mindenem belefájdul. Ezt az érzést szorozzátok be tízzel, amit itt fúj. Miért? volt, hogy más senki sem hallotta ezt. Lerohant a lépcsőn, ahol a zajforrása volt, de semmi sem volt ott. George kezdte úgy érezni, hogy elment a jó. Nagyon durvák ezek a képek, amiket a kolléga úr talált ehhez a videóhoz, és nagyon-nagyon jól összeolakodik. Az elején egy kicsit olyan kapkodós volt, meg azt hittem, hogy ilyen én lesz, de nagyon-nagyon jól adagolja a részleteket. Mert nagyon jó a hangja, meg az orgánuma. Józan eszel. És történtek még itt furcsaságok. Ezután most ez Kéti tapasztalta. Felment az egyik nap Missy szobájába. Azért lépett be az ajtón, mert úgy hallotta, hogy... Ez a kép is milyen para? Miért az emberek ilyen képeket? Valakivel beszélget a kislány. Azonban amikor bement, nem volt ott senki missy kívül. Csak egy... Baszme. Üres hintaszék a sarokban, ami hintázott. Jó, azért vagy be egy kisgyereknek a képzetbeli barát, meg a fantáziája az erős, tehát az... az... És ekkor egy halk ismeretlen hangot hallott, amely azt mondta, menj el, megijesztesz. Akkor abban a pillanatban még nem tulajdonított két ilyennek a hangnak különösebb jelentőséget, habár bár kissé megijedt. De úgy volt vele, biztosan csak a füle játszik vele. Missy mesélt neki Jodiról, a titkos barátjáról. Aki... Ezek a képek. Még azért tényleg, az ember hall egy ilyen hangot, az mara lehet. Kislány szerint ő is ott él velük. Azt mondta, hogy Jody... Jézus, de jól össze van rakva ez a videó. Illetve van, hogy akkora, mint egy püsmackó, de van, hogy a haja a plafon csúrolja. Ez azért eléggé creepy. Főleg, ha egy kislány meséli, úgy, hogy a sarokban mozog egy hintaszék. Elmondása szerint akkor is épp a szobában volt. Aki nem... Nagyon durva ez a videó, srácok. Nagyon, nagyon, nagyon jól össze a... van rakva. Nagyon jól építi fel az atmoszférát a srác. Zseni. Nem ismertem ezt a csatornát, de. Hát A többi videó is ilyen kurva jó, akkor gyakori vendég lesz a csatornánkon. A 9. házban töltött nap után a sok paranormális esemény miatt újra felkeresték Ráfbe. Hát ez. Pápa ördögűzője filmnek a posztere. <tos> 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 a atyát, hogy... Megjött a króma meg az ördögűzője. <coughs> jöjjön el még egyszer, és szentelje el újra a házat de a pap elutasította a félelmet. <laughs> nope. <amiatt. gül> Oké, okay, bocsánat. Most gondoljátok magatokat a két szülőhelyébe. Na ez zseniális. Ugye nagyon fontos egy jó horrorban, hogy nem csak a hotyákot kell emelni, a, a parafaktort, hanem fel is kell azt oldani. És nagyon jól csinálja a srác, hogy rak be, bocsánat, nem tudom a nevét, hogy rak bele, euh, így épít, 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 mert éreztem én is magamon, hogy úgy kezd a horrorfilm nézés érzése átjönni, majd feloldja. Majd szépen lassan visszaviszi. Majd feloldja. Adott a paraház, illetve a benne történő meg annyi paranormális történés. És még a pap se szeretne többet oda belépni. De azért, hogy pap nem akar belépni, tehát szerintem a szívük is kiúrat a helyéről. A pap későbbi beszámolója alapján a ház után fájdalmas hólyagok is megjelentek a kezén. Ez erő... Jézus! sem befolyásolta őt abban, hogy a második ház már nem ment el. Már a 11. napnál jártak az édes otthonban. Kéti az vagyunk. dologra bukkant, és teljesen véletlenül. A sorban elmozdított egy könyveszekrényt. Volt valami mögötte. <gott> Anthony Hopkins. Valami, ami el volt rejtve. Egy kisméretű, vörösre festett, eldugott szoba volt az, ami szörnyű bűzt árasztott magából. Üres volt, de ahogyan belépett a nő, elfogta őt a borzongás. Vajon mi a franciát volt elrejtve? Mit csinálhattak ebben a szobában? A Ugye, van a piros szoba, az a bedroom, amit hogyha átnevezünk, akkor az a murder szót adja ki. Kiejtésben. Ez a ragyogás című filmben volt. Ugyanis is ott volt Kétivel a felfedezéskor. Nagyon ingerült lett. Megállt a szoba bejáratától kissé messzebb, és elkezdte ugatni azt eléggé agresszívan. Ez full a film egyébként. Ez teljes mértékben a filmnek a történése. Ez nagyon para volt a nő számára. Do you like the Red Room. Az teltek a napok, éjjelenként sötét gondolatai támadtak. Elmondása szerint azok nem az ő gondolatai voltak. De állandóan arra gondolt, hogy bántani akarja a családját. Nincs célja, csak egyszerűen bántalmazni szeretni őket. É hát, szerintem mindenkinek az életében volt ilyen, amikor azt érezte, hogy szíve szerint mindenkit aon verne. De ezt nevezük egy közén a Démonnak, ami szól hozzánk és ez általában a saját fel nem dolgozható ö, vágyaink, most a vágyakat értsük jól. És még ettől is sötétebb gondolatai támadtak olykor, de ezeket már nem akarta elmesélni, hogy mik voltak azok. George és Katie napról napra jó. Annál sötétebb gondolat, hogy bántja a családját, nyilván itt. Ah, össze voltak roppanva. Ezért arra az elhatározásra jutottak, hogy ha a pap nem jön el, akkor majd ők megpróbálják megáldani a házat. Szóval Szobá próbálkozás. Szobára elkezdtek haladni egy bibliával és egy rózsafüzérrel a kezükben. Kinyitották a szobákban az ablakokat, elmondták a mi háromszor, majd felszólították az ott megtelepedő... Ez az eredeti film, oh, nem a nem jut eszembe a színész neve. szóval Viszont itt most ők is megtapasztalták azt, amit az első napon a pap a hangok a falból megszólaltak kórusban. Teljes pánik Itt értették meg, hogy a pap miért nem tért vissza többé a házba. George és Katie már ekkora, teljesen kialvatlan és megtört volt. Eljött a 28. éjszaka az Amity házban, amely éjszaka az egész család emlékeibe beleégett örökre. 3 óra 15 perckor, amikor George felriadt, nem tudta mozgatni a testét csak a szemei tudta irányítani. Beszélni sem tudott. Jaj, ez az alvási paralízis, igen, ez ugye nagyon híres. És azt kellett hallgatni a hosszú percekig, mintha a nevelt gyermekei ágyai folyamatosan felemelkednének, majd nagy lendülettel lezuhannának. De nem tudott megmozdulni, hogy megnézze őket. Kéti pedig állítása szerint az ágy felett lebegett. Próbált kiáltani a férfi, de nem tudott majd egy alak leült a paplanra, és csak figyelte őt. Ezt az esetet akár alvásparalízisnek is le lehetne írni, azonban a zajokra és a lebegő feleségre ez nem lenne magyarázat. Egyébként, ha érdekel, hogy mi ez az alvás? amit sohasem szeretnél átélni, alvás paralízis, a Mask Planet uh, egy évvel ezelőtti videója, azt hiszem, egy hónap ezelőtt jött ki ez a videó. Paralízis, van róla egy különálló videóm, link a leírásban. Miután vége lett a történteknek, a gyermekek lerohantak sírva és üvöltve a szüleikhez. Az egész család halára volt rémülve, nem bírták tovább. El akarták hagyni a házat azonnal. Csak pár holmit elpakolva, minden személyes tárgyukat a házba hagyva, beültek a furgonjukba, és elmenekültek abból a házból. Soha többé nem tértek vissza újra. Jobban jártak, mint az előző család. Az Emiti Wildi házba. A történtek után látszik, meg akarták fejteni azt, hogy mi is zajlódhatott le valójában abban a bizonyos házban. Paranormális szakértőköz fordultak segítségért. Többet ne. között Jerry Solvinhoz, aki kifejezetten szellemek vizsgálatára szakosodott. Később a Channel Five News segítségével Sikerült még hivatásos látnok nyomozókat is kiküldeni. Ez a Mulder meg a Scully akar lenni? Hát, ő a Scully, de megmondom őszintén a mebbűségen kívül másnak nagyon emlékeztet rá meg a hajra. Ő meg inkább olyan, mint a dohányos csávó az X nem mint a Mulder. Az amit Tivili házba. És hogy kik voltak ők? Ed és Lorraine Warren. Ed Warren D Hát azért most így ő. Oké. Okay. ...monológus volt, Lorraine pedig a médium. Ők ismerősek mm -hmm. lehetnek nektek a Démonok között filmekből. Igen, nem tudom, azt a film az nekem nagyon nagy csalódás volt. Először is, hogy úgy kezdődik egy film, hogy azokról szól, akik írtak egy könyvet, és tudod, hogy nem fognak meghalni, mert meg kell, hogy írják a könyvet? De nem tudom, nekem az a tetszett. A Démonok között és még egy pár remek mű ebből a filmcsaládból igaz történeteken alapulnak. Igaz történeteken. Ez olyan érdekes, hogy na igen, ez, ez mindig az volt ezekben a videókban, meg az ilyen paranormális cikkekben, hogy igaz történeteken alapulnak. De mi az igaz belőle? Honnan tudjuk, hogy igaz? Melyik része igaz? A, a teljes vizsgálati sorozatokat, pszichológiai vizsgálatok stb. nem, nem, nem hoznak képbe, csak annyit, hogy hát pff, téma. Borenék egészen sok paranormális esettel foglalkoztak karrierük során. Egy nagyon para egybeesés kötötte Ed ehhez a házhoz. Pontosan ugyanabban az időben, azaz 3 óra 15-kor, amikor Ronald Defoe meggyilkolta a teljes családját, Ed Warren édesanyja elhunyt. Ez a okay. az időpont szerepelt a hivatalos halotti anyakönyvi kivonatán. 1976. március 6-án vorenék egy csapattal bementek a házba, hogy kivizsgálják azt. Mindenki felett, aki belépett oda, azon nyomban valamiféle nyomasztó érzés kerekedett túl rá. Az ott... Hát most nem tudom, srácok, ti hogy vagytok vele, de belépve egy ilyen házba rajtatok, nem kerekedne felül egy nyomasztó érzés. Hat ember halt meg ott. És elmesélik ezeket a sztorikat. Hát Ja, ebben nem így nyomasztó érzés, van, hogy csak erre a házra gondolok, nem, hogy belépek. Ti, ti, ti bennetek milyen érzést váltanak? -e? El tudjátok azt képzelni? Nem, átfogalmazom a kérdést. Belépnétek ebbe a házba? Tartózkodás folyamán többen is a rosszul létre panaszkodtak. A legnyomasztóbb a varró szoba volt. Az a szoba, ahonnan a pap elmenekült. Lorin... De ez akkor az ördögöző filmet is lett? Tehát az ördögöző film az 70... Hát kb. ekkor tájt íródott. Warren azt mondta, miután a szobában járt, hogy reméli, ennél közelebb már nem kerül a pokolhoz. Borenék... Jó, azért tegyük hozzá, hogy paranormális íróknak ilyeneket, bocsánat, hogy mondom, kell mondaniuk, mert hát nekik kell a felhajtás, meg a hype arról, hogy mennyire királyak, meg milyen tapasztalásaik vannak. És ilyentől kezdve, csúnyán szóval, ugye dőne, dőne... Dő úristen mit eszembe az elmélet, kitalálják a neve, Döni Kruger paradoxon miatt ugye még hitelesebbnek tűnnek. Még meg voltak győződve arról, hogy a házban veszélyes démonok, illetve entitások vannak jelen. A teljes szeánszról és nyomozásról képi anyagokat is készítettek. Steve Petropoulos, a Channel 5 News operatőr... Úgy néz ki, mint a Joe Pesci. ...rögzítette a dolgokat vele egy elég furcsa dolog történt. Lehet, hogy csak véletlen, lehet, hogy nem, azonban az ott lévők elmondása alapján eléggé megrázó volt, ami történt. A ház vizsgálata közben összeesett fájdalmában. A földön feküdve a melkosát fogta, eltorzult az arca és elvörösödött. Elmondása szerint olyan érzés volt, mint a szívritmus zavara lett volna. Előtte soha semmilyen problémája nem volt a szívével. Az ő kameráján kívül azonban több kamera is ki volt helyezve a ház bizonyos pontjaiban. A kamerák adott időközönként automatikusan készítettek fotókat. Miután átvizsgálták az ott készült képeket, egyik képen sem volt látható semmi furcsa dolog. Vagy mégis? Egy fotó eléggé kivárta a biztosítékot, nem csak az ott lévőknél, hanem egészen szépen. Na jó, ez körben. Ezen a fotón ugyanis egy kisgyerek volt a sötétségben. Viszont aznap éjjel nem tartózkodott ott egy gyermek. Oké, okay, ezért -e, valljuk be. Valószínű, hogy ez a kép nem akkor is nem ott készült. sem. Sokan azt állítják, hogy az egyik meggyilkolt kisfiú John Defoe az. A későbbiek folyamán egy paranormális oknyomozó azt állította, hogy a rémisztő történéseknek az az oka, hogy a ház egy indián temetőre épült. Tony, indián temető, tessék! Az indián fönnök szelleme pedig csak békét szeretne, ezért akarja elkergetni az ott élő embereket. Van azért pár dolog, ami a történetet támadja. Az egyik például az, hogy Ronald Döfó rendszeresen használt különféle kábítószerek. <coughs> é, é, é. Ezek annyira ilyen hitelesség rombolók, hogy így a végén kiderül, ja egyébként a, aki a démoni megszállásra hivatkozott, ő kokainista volt, hát néha egy kis LSD-t is betót. Elképzelhető az is, hogy a gyilkosságok előtt bedrogozta teljesen magát, és ezért láthatott egy fekete alakot, aki állítólag utasította őt, hogy ölje meg a saját családját. Sajnos. A másik az, hogy látszék után több család is élt már ebben a házban. Azonban ők nem éreztek semmilyen gonosz erőt. Persze... Ugye látszékat se ismerjük, és nem tudom, hogy ők például ebből... Csináltak-e pénzt? El, ugye eladták a sztorit, vagy bármi, lehet, hogy nekik ebből több százezer, vagy akár millió dolláros bevételük lett. Erről sokan azt állítják, hogy amikor nagyszék elmenekültek, úgy a bent élő gonosz is távozott. Azonban Miért? bármi is legyen az igazság, ez az egész történet rendkívül érdekes és idegrázós. A teljes sztoriból könyv és filmek is készültek, és igencsak sikeresek lettek. Csak hogy egy példával éljek, az első film... James Brolin, igen. Margot kider, Margot Kidder játszotta a Superman filmekben Lois Lane-t, még a, a Reeves-esben. Őt nem tudom ki, Rod Steiger, kicsoda. James Brolin neve, ugye, ismerős lehet, mert ő a tanoszt megszemélyisítő színésznek az édesapja. De a négy hét alatt több mint 46 millió dollárt hozott. Ebből az összegből egyébként George és Katie látsz. 300 ezer dollárt kapott részesedésül. Tessék. A pénz. Ugye majdnem minden gyilkosságnak, vagy minden nyomozásnak az egyik alapelve, hogy follow the money, kövesd a pénzt. Érted? Nagyon sok mindennek. És ilyen sztoriknál is mindig föl kell tenni a kérdés, hogy kinek van ebből pénze, ki gazdagszik meg ebből. És egy ilyen házba beköltözik egy család, akik utána ebből 300 dolláros vagyont szereznek, és vagy be 74-ben 300 dollár, mindjárt nézzük, uh, infláció kalkulátorról, 300 USD, 1974, 75, uh, 2024, inflation, csak hogy ez mennyi pénz, 3,67 per year, aha, uh, igen, az, 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 Hát ez majdnem 1 millió 7, tehát majdnem 2 millió dollár, az 800 millió forint majdnem, de mondjuk 600 millió forint. 600 millió forintból élete végéig csak berakja a bankszár, mert csak a kamatokból élete végéig megél, és már volt egyfajta, itt csak példaként írtam, de látod, nagyon jó, ráéreztél. Élete végéig megél. Brutál, brutál. Pénz. Szóval azért nem jártak rosszul a 28 nap démoni móka után. Végső soron George és Kéti láts időközben elhunytak. Azonban haláluk pillanatáig állították, hogy valami paranormális volt abban a házban. Persze, mert minden filmből, minden könyvből valószínűleg részesedtek, és a filmek és a könyvek bevételét növelték azzal, hogy alátámasztották, hogy igaz. Szintén a mai napig kiállnak eme állítás mellett. Itt attól tartok, hogy a szülők azért a gyerekeket ezt betették, és kedves gyerekek meg egész életükre sérültek lettek, de ez egy nagyon rossz indulatú feltételezés, úgyhogy ez csak az én személyes feltételezésem. Ti mit gondoltok? Ami látszékat zaklatta, vajon azt tehetett fó gyilkosságairól is? Az egész valós? Hát én a kokainra tippelek meg az egyéb drogokra. Valóban léteznek természetfeletti teremtmények? Ezt viszont se cáfolni, se megerősíteni. Nem tudjuk, hogy léteznek, vagy nem léteznek. Ezt mindenkire rábízom, hogy saját maga döntse el. Az biztos, hogy a videó az kurva jó volt, amelyek akár még megis. Nagyon jó a srácnak az orgánuma, nagyon jól van felépítve a videó, kicsit kapkodós, a végén ezek a egyébként megjegyzem, hogy részek visszarántják az embert így a földre. Szállhatnak minket. <Szene>. Vagy... De, de a képek is zsenik. Az <Sene>. egész csak egy mesteri megtervezett média hack, anyagi haszonszerzés, illetve hírnév céljából. Ez Én erre tippelek. <Sene>. Ez az egész rendkívül elgondolkodtató. Mind a kettő állítás elképzelhető. A ti gondolataitokat is meghallgatnám szívesen az ügyel kapcsolatban. Írjátok meg kommentben a véleményeiteket. Viszont kedves nézőim, ez a videó már ennyi lett volna. Én Opa. nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek a videómat. Remélem, hogy tetszett. Ha így történt, akkor mindenképpen jutalmazzátok a videót egy like-al. Ha szívesen néznétek még további tartalmakat tőlem, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Ja, és amúgy hangok vagytok benyomni a csengőt. Nem meritek. Tessék! Bogítok egy kommentet, ha szeretnétek még hasonló tartalmakat látni. Bajontuk a csengőt. Ha bármiféle kérdésetek van, akkor go az Instagramomra, ott fel tudjátok tenni őket. Oh. TikTokon is elérhető vagyok, szóval kövessetek be ezeken a platformokon is. Köszi szépen uh, még egyszer. Jó vagyok, az ott száj, szóval száj a volt. Be ezeken a... Az ott száj. <laughs> szóval van, TikTok oldal van, mindjárt megnézzük a szájost. Uh, Musk Planet, ott a TikTok oldal neve? Ő Isten, akkor, de vagyok. Ha bármiféle kérdésetek van, akkor go az Instagramomra, ott fel tudjátok tenni őket. TikTokon is elérhető vagyok. Szóval... TikTok Musk Planet. Rekéncső vagyok. Ne melyik részét. Néztem. El. Sorry, Donald, you snugen, you <laughs> ha, itt is van. TikTokot is berakom, srácok. és nézni. És itt láttuk, ne szállj. És azt például honnan tudhatjuk, hogy én nem az Illuminati egy megbízott tagja vagyok, és csak azért készítem ezt a videót, hogy eltántorítsalak benneteket az igazság felkutatásától. Bevallotta? Bevallotta a mocska! <laughs> Jó, szuper, ezt a videót is berakom, hogy nyugodtan meg tudjátok nézni egészbe. Viszont kérdezzük a véleményetekre, ti mit gondoltok erről az ügyről, hogy valóban démon járta a ház? Szellemek voltak ott? Gonosz entitások? Vagy csak valaki előre megfontolt szándékkal megölte a saját családját, hogy ebből pénzt, ugye ott az életbiztosítás, az életbiztosítás megszerzése lehetett a cél, és ehhez különböző drogokat használó, használva jutott erre a kifogásra, illetve valószínűleg a lelkiismerete és az elméje nem bírta feldolgozni ezt, hogy mégis megkövette. A második család miért költözik be egy ilyen házba, hogy oké, okay, hogy áron alul megkapja, de olyan előre megfontolt szándékkal egyfajta médiaheket hajtott végre, melyel az volt a céljuk, hogy minél több pénzt keressenek, hogy növeljék hogy könyveket, filmeket gyártsanak belőle, és ezek eladását növeljék. Nagyon kíváncsiak rá, hogy ti mit gondoltok, hogy látjátok, illetve hát, hogy hogy tetszett nektek ez az epizód, hogy tetszett a Mazd Planet csatorna, amit tényleg javaslok, hogy kövessetek be, hogy zseniális szerintem a, 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 a srác, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó videót csinált, <laughs> és még Nessa is riekcelt rá, ami zseniális volt, jót rajta. Úgyhogy mi a ti véleményetek? Írjátok le csetre, gyerünk srácok, pörögjenek a bílentyűzetek, nagyon kíváncsiak a ti véleményetekre. Hisztek-e a természet feletti be? Megtörténhetett ez? Nem történhetett? Meg mi, 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 mi a ti meglátásotok? Mi a ti véleményetek, mert a ti véleményetek nagyon fontos számomra. Úgyhogy <tosz> várom, mit ír. közben kattintgatok, amíg leírjátok a ti megérzéseiteket, tapasztalásaitokat, meglátásaitokat, érzéseiteket ezzel a kurva jól összerakott videóval kapcsolatban. egy, egyszerűen engem sokkal-sokkal jobban lenyűgöz az, hogy a srác milyen jól atmoszférával átitatott videót rakott össze. Vajon van-e valaki, aki ma horror Már ma oda kéne majd átmenni. Jelzünk, ez mi? Nem? Nup. Nope. Nup. Nope. Na? Nincs véleményetek? Vagy ennyire félmentes volt a videó, hogy mindenki bár kakílt. El tudom képzelni. Nekem is volt egy képet, egy két jumpscare, ahol beszartam. Sajnos késő is érkeztem, és félbe is szakítottam, én nem hiszek a természet feletti dolgokból, de emberi félem bármit összehozhat. Igen, Tani, én ez, 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 ezzel tudok azonosulni, ezzel az állításoddal. É, nem mondom, hogy nem hiszek, mert voltak nagyon érdekes tapasztalásaim, de itt az az érzésem, hogy túl, túl, túl sok, túl sok dolog történt, és mindegyiknek van pénzügyi motivációja. Tehát az Amityville horror esetét én nem természetfelettinek, csak az emberi kapzsiságnak és gonoszságnak tudom betudni, de ezt nevezhetjük démoninak, mert hát ugye a, a keresztény vallásban ugye a hét főbűn, azok mind démoni eredetűek ugye a Biblia szerint, és ez az eredet nem más, mint, az emberi gyarlóság. Jó, viszont én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Uh, menjünk egy lánytos horrorra. A Village nevű Resident Evil játéka játszik Tatu. Hozzá már párszor rédeltünk, és nagyon jó uh, streamer szerintem. Leginkább horror műfajban, úgyhogy hozzá térünk át. Légy és maradjatok, gyűjtsétek a csatorna pontokat. Most már szépen lassan alakul ki, hogy a csatornapontok milyen értékes későbbi nyereményekre lesznek beváthatóak. De ha ne felejtjétek, hogy a csatornán csináljátok klippeket, mert ezek honorálva lesznek. Az mi a Sezenban van? Shazenban? Ö, azt Nem tudom, mi ez a Sezenban van. Egy Ö, Európában játszik egy kis faluba, és, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó. Viszont én bárt voltam, nagyon hálás vagyok, hogy itt voltatok velem, és együtt izgultuk végig ezt az izgalmas videót. Jövő hét vasárnap újabb True Crime Reacts, ugye True Reacts. Nagyon jó témák vannak, nagyon-nagyon jó témákat találtam. Úgyhogy már nagyon várom, hogy meg tudjam veletek nézni, mert ugye én nem nézem meg előre. Úgyhogy ez az ugye jövő hét vasárnap, hétfőn folytatjuk a Cusimát, csütörtökön Björnnel folytatjuk a nyomozást, pénteken horror tábor, majd pedig szuperhős film, nem, 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 nem film, horror tábor, és lehet, hogy kedden vagy szombaton is lesz stream, de ezt majd meglátjuk. Szóval kösz, hogy itt voltatok, én Bárt voltam. Peace out!